Sziasztok! A mai nap folyamán egy 3000 darabos puzzle-t szeretnék nektek bemutatni. Ez pedig az Eduka márkától egy panoráma puzzle lesz, ez a 3000 darabos puzzle. Amit érdemes tudni erről a márkáról. És azt hiszem, hogy ez talán az egyik legérdekesebb tény erről a puzzle gyártó cégről, hogy minden csomagoláson rajta van egy ilyen papír. Sajnos a szöveg nem lesz olvasható, ezért segítek nektek egy kicsit. Tehát tulajdonképpen, ami az egyik érdekessége és egyedülálló szolgáltatása az Eduka gyártónak, hogy az 500 darab feletti puzzle-nél az elveszett darabokat a gyártó ingyen megküldi a megfelelő adatok megadásával. Természetesen azért az apró betűk közt láthatjuk, hogy a szolgáltatás korlátozottan áll rendelkezésre, erről bővebben a www.eduka.es oldalon olvashatunk. Na de nézzük is akkor meg, hogy hogy néz ki a doboz. Első ránézésre, elsőre iszonyatosan nehéz súlya van. Azért 3000 darab puzzle-nél valószínűleg nem meglepő. Előjáróban annyit, hogy ez azért a minőségét is nagyon-nagyon jól takarja, hisz azért már ebből lehet számítani arra, hogy a darabok nem ilyen kis vékony, tulajdonképpen kartonpapírból lesznek, hanem azért úgy jó masszívan, de hát 3000 darabot azért össze is kell tudni tartani. Nagyon szép igényes a doboza. Nézzük is akkor meg, hogy belül mit találunk. Nagyon-nagyon jó minőségűek a darabok. Iszonyatosan szép, fényes a papírja, és ami nagyon-nagyon szimpatikus, hogy elég sok ilyen extra darabot, extra formát találhatunk benne. Tehát ahogy láthatjátok, ez nem egy megszokott puzzle forma, ugye általában megszoktuk, hogy 2 vagy 3, esetleg 4 ága van egy puzzle-nek. Ugye ez egy hagyományosnak induló kétágú darab, és ahogy itt láthatjuk, elég extra a kivágása. Elég sok puzzle-lel találkoztam már eddig, ilyen formákat én eddig még nem nagyon láttam. Ezzel a márkával is most fogok majd először úgymond dolgozni. Nagyon-nagyon élvezetesnek tűnik, elsőre is. Nagyon látszik, hogy igényes, nagyon szép munka. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire könnyen rakható. Ugye magát a képet, ha megnézitek, akkor azért lehet látni, hogy viszonylag egy olyan középerősségről beszélhetünk, hisz ugye elég sok olyan egyedi terület van magán a puzzle-n belül, amit tulajdonképpen a darabot nézve tudjuk, hogy az kizárólag oda tartozhat, tehát itt van például egy óriási nagy plakát, vagy itt van ugye itt van szintén egy filmplakát, ugye a Harry Potternek a plakátja, egy Samsung plakát, tehát ugye ezek nagyon-nagyon jól kiemelkednek, ezeket nagyon könnyű lesz majd elválasztani. Ami első ránézésre viszont nehézséget fog okozni, az ez az épület, illetve ez az épületrész, ami ugye nagyon-nagyon egysíkú, tehát hogy nem nagyon lesz lehetőség mibe belekapaszkodni, hogy ugye meg tudjunk különböztetni két darabot. Én magam rutinos kirakósnak mondanám magam, és általában pontosan ezért úgy szoktam kezdeni egy puzzle-nek a kirakását, hogy mindig először a széleket rakom ki, utána a könnyen kirakható részekkel dolgozok, például, mint például ugye ez a plakát, és a legeslegvégére hagyom az ilyen nehézségeket, mint amiket ugye itt is látunk, amikkel hát előre tudjuk, hogy azért nehéz dolgunk lesz. A csomagolásban tulajdonképpen ennyit kapunk. Sajnos ennél a 3000 darabos kirakónál nem vonatkozik az a fajta idézőjelbe téve extra, amit a gyártó az 500 és a 2000 darabos, 500-tól 2000 darabig csomagokra vállal, miszerint az összerakáshoz szükséges ragasztót is tartalmazza a csomag. Sajnos ezt ugye 2000 darabig vállalják, tehát 3000 darabra már a ragasztót nem küldik meg, így ezt önmagunknak kell majd megoldani, így aki milyen módon szeretné ragasztani. Érdemes az ilyen puzzle-t egyébként egyszer kirakni, és végleges helyet szánni neki, hisz azért egy ilyen kép olyan dísze és éke lehet a lakásnak, ami elég egyedi és elég sokat mond annak a lakásnak a tulajdonosáról, hisz azért ugye 3000 darab kirakásához iszonyatosan nagy türelem fog kelleni, de nem baj, mert
ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó hobbi. Ha valaki esetleg ajándékba szeretné szerettét valamilyen alkalomra, születésnap, karácsony, ilyesmire meglepni, akkor ez egy nagyon-nagyon jó ajándék lehet. Az árát tekintve ez 10.990 forint volt. Én azt mondom, hogy árérték arányban nagyon-nagyon megéri. Ugye vannak sokkal felkapottabb kirakós márkák, ahol az 1000-1500 darab kerül körülbelül 8-9000 forintba. Ez az Eduka valószínűleg nem annyira ismert, így ebből adódhat az, hogy hát viszonylag azt mondom, hogy egy középár kategória, ugye 3000 darab puzzle-ér, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen kiadható és teljesen tűrhető ár. A minősége az beleköthetetlen, hát nagy izgalommal állok neki ennek a 3000 darabnak, nagyon kíváncsi vagyok, én nagyjából azt satszolom, hogy körülbelül egy héten belül én ezt ki fogom tudni rakni, de hát meglátjuk, lehet, hogy csak én gondolom ennyire egyszerűnek, és hát nagyon jó szórakozást kívánok azoknak, akik hozzájutottak egy ilyen vagy ehhez hasonló időtöltéshez. Kiválogattam a széleket, körülbelül egy olyan 40 perc volt a széleknek a kiválogatása. A méretét tekintve a puzzle az 144x68-as lesz, és ugye az az érdekesség, hogy ez egy panoráma puzzle, tehát nem a megszokott alakot fogjuk kapni, hanem ez ugye egy hosszított verzió lesz. Most fogok nekiállni majd a széleket összerakni, úgyhogy eddig egy 40 percnyi munkaidőt szántam rá. Meg vagyok a szélével, körülbelül egy másfél óra volt a szélét megcsinálni. Hát egy pár darabot így benne hagytam, valószínűleg ott a maradék 2970 darab között, de időközben úgyis elő fognak kerülni. Kicsit nehezebb lesz, mint gondoltam, ugyanis az egyik specialitása ennek a puzzle-nek, hogy kizárólag kétágú darabokat tartalmaz. És hát borzasztóan nagy, tehát ez, ahol itt most ez ki van rakva, ez egy asztallap, és hát éppen, hogy elférek rajta, úgyhogy ez a 144x68, ez így még kisebbnek hangzik, mint amekkora valójában. Trust me, I don't wanna feel no Hát készen is lennék ezzel a 3000 darabban. Január 30-án lett vásárolva, most pedig február 20-át írunk, tehát nagyjából egy olyan 20 nap alatt készült el a teljes puzzle. Körülbelül egy olyan 2-3 órát tudtam naponta rászánni, tehát satsz per kb. Egy olyan 50-55 óra alatt készültünk el a kirakóssal. Nagyon-nagyon élvezet volt, abszolút adta az élményt, tehát teljesen meg vagyok elégedve vele. Azt mondom, hogy egy középerősség, tehát vannak területek mondjuk, amik kifejezetten problémásak voltak, például itt van ez a sárga ház, vagy ahogy látjuk például a fekete keret végig, ott igazából nagyon kevés kiinduló pont volt, hogy mit hova tudnál tenni, úgyhogy ott kellett egy kicsit játszadozni, hogy behelyezgetni, ugye bepróbálgatni a darabokat. Köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozz föl. A következő videóban be fogom mutatni, hogy hogyan is kell ragasztani egy ilyen 3000 darabos puzzle-t. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok! I hope you find what you've been